Join us. Nem, még nem vagy benne. Mert ez a 20 perces pali, ez még változni fog szerintem. Csak még joinolnak az úri emberek. Meg is vagyunk, Batman még betölt. Én most nézem, hogy Google is itt van. Igen, most írta a Kulka Jánost. Csoportba. Így ezért még egyet durrantana. Micsoda, bocs, nem figyeltem meg, közben a Most vezetőségével írta, hogy beszélgettünk. durrantana még egy Kulka Jánost. Ki? Következő futam előtt Gergő. Egy mit? Kulka János. Az nem tudom mi. Hát Ja! szólna egyet. Nem lehet 7 perceset, nem lehet. 7 De akkor 5 perceset. perces legyen, 5 kész. perces lesz, csak itt hisztisztek. Adja nekik egy állást. Most bab, van egy infocsop. Ja, benne vagy tudod a közvetítésbe. Az infót azt látom, ja. És a bab írt oda, hogy be tud ugrani, ha kell. Nem akarom odaírni szegénynek, hogy el vagy tiltva. Nekem is ez jutott eszembe, hogyha valaki beírja, akkor az biztos, biztos, hogy röhögni fog magával egy ideig. Jó, beírtam. Akkor mi fogunk röhögni a futam végig? Öt mink kvali. Vagy tényleg, tényleg. Benny már ki is állt mellette. Igazi hős. Bár nem tudom, úgyhogy 12 perc, amint 13 lement már a versenyből, hogy maradt Benny-nél még 10. Gurulják ki a pályára, je? Sznyári. Mi? Húzzál már ki a pályára. Minek? Te menj egy jó időt. De még nincs időmérő. What? Hát de miért nem? Hát indítja már. Hát még csak itt van. practice. Hát oké, de indítsa már. Hát itt van mindenki, nem? De. Batman, Bungie. Bungie. Most újra kell mutatni majd az assistokat? Akkor most mutatom is. A very assist. Very, very good assistating. Off, 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 off. Egyelőre abs van bekapcsolva. Mondjuk ez elég abszurd. Próbáljanak majd nem lefárasztani egyébként? Ja, ezt megköszönöm.
Fölmesztesek mindent, hogy lefárasztalak. Nyomom a gázt, de az meg azt nem indul az autó. Na mert jöttek még ki mögület szerintem. Leszarom. Ez a rendőrségi Porsche, ez egyébként gyilkos. Főleg azért, mert nincs rajta GTH meg F1H matrica. Jó, hát a GTA-t meg az F1H-t nem gondoltam, hogy a rendőrség felrakja az autóját. Azt közben a YouTube stream, YouTube-ra bekommentelted a Bancsiéknak, hogy a rendőrségről hol van a GTH, a rendőrautóról hol van a GT logó. Nézem is. Ez egy feljelentés, vagy valami, nem tudom. Rendőrt feljelenteni a rendőröket, nincs rajta GT logó. Felvezető körön vagyok, és Kugli itt van előttem. Szerinted megmerjem előzni? Hát, jobban, csak azzal jársz, hogy a megelőzött Kuglit, úgyhogy ja. Hát nem, beugrósként nem szórakozunk Kuglival. Kugli kapott 2 szeket. Valahol összeszedte. Így viszont nincs szélárnyékom. Itt vagy? Igen, csak a streamet néztem, azt, hogy ne zavarjalak. Ja. Micsoda? Streamet nézem, és hogy ne zavarjalak. Ja. Egy pillanatra megint megijedtem egyébként. Mert? Nézem ezt a rendőrségi Porsche-t is megállt. Mondom, ne. Előbb, ahogy téged kibaszott, csak mondom nálam, az autók mentek tovább. Akit néztem, az a ideális íven, full padlógázzal, hang nélkül, fék minden nélkül, csak kanyarodott és ment. Hát egy ideig mennek tovább, vagy valami van még ilyenkor, nem azonnal bezár. De nem ők vezettek már. Az ja. Nem biztos volt, hogy nem ők vezetnek, mert ugye már úgy ment az autó, hogy minden... Kiment a pályára, aztán vissza a pályára, visszateleportált. Érdekes volt. Hol vagy? Ott vagy-e? Nyomjad neki állat. Mi? Mario? Miért szar Mario? Hát a szar az azért szar, hát nem jó. Az egy... Ja. Ja, hogy... Ja, jó, hogy ez jó körül. Igen. Csak pirosan jelzi valamiért. Jobb, mint az előző. Mondjuk teli tankkal. Hogy nyomja mindenki? Lehet mégse lesz akkor a büntetés az a hátrasorolás nekem, hogyha senki nem ér körbe, vagy lesz, aki nem ér körbe. Azt a díjsz. Bakez 5-10-es javításba bejönni. Vagyok. Most kanyarodtam a célegyenesre. 5-10-es? Igen. Hát mondjuk. Mi van? 32-1-et ment most előtted a tesz. Bazd meg. Azt a kurva! Most mi vetted?
Szép! Nagyon szép. Akkor úgy rajta, hogy mindenkit kivóling. És van még egy köröm. Hát ezt nem tudom, hogy sikerült. És ez ugye lila. Ez ha nem megy el az áram, akkor biztos nincs. Nem. Ezt mondom, ezután mi hátra sorolt leszel, hogy a legközelebb beugrasz, mert direkt csináltad. Engem hamarabb fog meg kitagadni innen, mint Batman-t. Megszakítod a lobbit, amikor mindenki jó saját helyén van. Úgyhogy nem tudtál volna előrébb jönni, aztán erre még elveszed a pult is. Mondjuk lehet előrébb tudtál volna, ki tudja. Na most egy 1.28-ast. Ez nem lesz jó. Nagyon rossz volt ez a kigyorsításom. Itt is megcsúsztam. Valakitől meg akarom nézni azt, hogy hogyha attól fékez. Hát nem fogom tudni. Mondjuk ez a nagyon elbaszott köröm még mindig jobb, mint az előző, az a 32.8-as. Bazd meg a tesz! Picsába. Na hát igen, ott az egy 31.8-as, de mivel van Mazdával, hát akkor azt nem rajtolod le. Nem lett jobb, mint 32.8-as. Na hát a Mazdát nem tudom, hogy lebírod-e rajtolni. Azt tudom, hogy jól megy, jó rajtol a tiéd, de hogy mennyire, azt nem tudom. Talán amúgy megfogod. Csak jól kapd el. Nekem ki lesz, akit el kell kapnom rajtnál? Déz, oké. Schofield, a Nissan nem fogom tudni. Hogy van, én jobbról vagy balról indulok, most nem is tudom hirtelen. Tudja, Geci, szerintem balról. No, hát akkor ti lehet a jó ív, hogyha be tudsz menni mellé. Hát majd meglátjuk. Azért, mert én nem jöhetek ki, most gurulgatok még egy kicsit, haha. Jó, mindjárt végül is. De szar érzés, bazd meg utol. Félek amúgy, hogy elfogok valamit, valakit összetörök, vagy valami direkt. Szerinted reálisan meddig lehet innen felmászni? Hát Nick följött a harmadik helyig. 14-ről? Igen. Jó, de mondjuk azért azt is számolt, hogy ott van fetiszom, meg ilyenek. Itt most... Most ez mondjuk egy kicsit köcsögő hangzott, de tényleg így van. Hát itt is vannak azért. Nem mondta, hogy egy pafú nagyon izé lesz. Amúgy pafú nem rossz, ugye múltkor 13-ről feljött. Mondjuk, sokat dolgozott. De meg 33-3-as köre van, az azért annyira nem rossz. Hát aki jó. Talán lassabb lesz, az Schofield, meg talán nem tudom, itt meg lehet-e fogni, meg Kapeta nagyon stabil. Meg Bakeszt is hát jó. Hát ezt nem tudom, hogy lehet, hogy csak egy körön ilyen, nem tudom, hogy ilyen gyors. Igen, egyébként ő buta hibákat tartani. Könnyen vét, úgyhogy... Na jó, de mondjuk nem pont ő a cél. Vagyis mondhatni, hogy ő a célpont, csak nem reális célpont. Azért akkora tempó előnyöm senkihez nincsen, sőt, szerintem nem is nagyon van tempó előnyöm a többiekhez képest. De azért elég egybe vannak. 2 másodpercen belül ott van mindenki. Na, Kapéta. Indítja is. Ó, mare. TCS-t ne felejts el mutatni. Jó. Szúszá. Streamed megy újra? Ja, igen, mikor beléptem a lobbyba, akkor elindítottam. Ha nem lesz a rom, hát most ritkán ugrok be, tudod. Nem érdekel annyira. Féket nyomd! Nyomom. Hú, sokkal jobb a rajtom, mint a teszé. De Bakesz, bazdmeg, Bakesz bejött mellém belső ívre.
Jó, szerintem jobb a kigyorsításom. Akadozik Bakesz, laggol picit. Te hogy jöttél el? 8. Az fasza. Látlak is tényleg. Hét. A faszomat megcsúsztam a kigyorsításon, és Atesz rajtam van. De megy ez a kibaszott bogár, menj már a picsába. Hát ezt a bogarat nem bírom izé a szélárnyékból elkapni. Azt a rohadt! Ne! Meg vagy? Meg, csak kapetát. Nagyon csatáztok? Bazd meg! Na meg izéltem. Kivel, Zalánnal egymás mellett mentünk és elfékeztem. Nagyon. Nem kell ennyire gyorsan feljönni. Nem is értek ennyire. Van egy másfél szekem, úgyhogy lehet mindjárt együtt fog, hogy egymással csatázunk. Na, lemaradtam. 5-re vagyok. Megcsúsztam kigyorsításon. Megtoljálak? Gyere, húzlak. Menjél, elengedlek azért, csak ha gyorsabb vagyok, utána vissza. Ah, bocs. Nem baj, menjél. Gyere, szélárnyékba, hogyha gyors vagy, akkor menjél. Ez a champion matrica. Nem, menjél. De gyorsabb vagyok, úgyhogy elmegyek, ha nem gond. Majd amikor jó, nem... mennyi. De majd úgy, hogy ne veszíts sok időt. Itt belül. Kösz. Még nem éreztem, még nem érzem. Most ez kizökkentett, hogy ott hibáztam egy ekkorát. Én annyira egy fasz helyen kaptam egyébként időbüntetést, hogy... Csak az a baj, hogy utalértem egy hármas vagont, és itt már kurva szarok a féktávok. Igen. Hát ott egyesével át tudsz rajtuk mászni, és azt csináltam azért. Hát de egyesével nem tudok, ezek annyira közel vannak, hogy egyszerűen nem tudok mit csinálni. Hey, Zalán, itt vagyok én is.
Baszki, hányan vagyunk itt, azt a kurva, még te is elférsz. Gyere, adok szélárnyékot. Azt a kurva. Nem volt túl sok helyem. Elbasztam féktávot, megcsúsztam. Hozzáértem a... Vonzalem, meg engem. Pofozott kicsit a... Nem csak engem pofozott meg Zalán. Téged tereltelek most ki, vagy Zalánt? Nem, Zalánt. Jó. Na, helyet adtál nekem. Radaron hirtelen nem láttam, de ott az muszáj volt, hogy enyém legyen a féktáv. Jó, Zalán megvan. Ott, hogy így leterelted, adtál annyi pozit, egy helyet nekem. Befértem. Na végre lesz egy jó szélárnyékom kapitánról. Én még annak a retkes bitlőnek adom a szélárnyékot, ami majd gyors. Nem értem hozzád, talán úgyhogy te rontottad el. Az baj, nem tudom a gyors ívet venni kapeta miatt, valami más kell találnom. Talán lassan összeszedem magam. Kapetát próbáld meg majd itt egy gyorsításon. Muszáj lesz, mert téged csak akarlak föltartani, de egyelőre mindkettőnket föltart. Mennyien megyek utánad? Gyere. Jaj, lecsúsztam a dupla szélárnyékról. Vigyázz, ott nem menj ki balra, mert ott, igen, ott kaptam büntét. Igen, azért nem is akartam ennél jobban kimenni. Szép, ez talán kizökkentés, akkor nekem is megvesz. Szabályos volt, ugye? Aha, korrekt voltál. Megvan kapeta. Szép. Ti a következő. Továbbra sem merek kimenni a rázókövön kívül, bocs. Igen, ha nem gyakoroltad be, akkor necces. És ott három és felet ad. Igen. Egyszer kaptam érte, azért is nem merek. Néha én is félek, de inkább picit fölengedem a gázt, vagy belefékezek, és akkor nincs gáz. Na, Edi már közel van, és nem mit akarok ráérni. Na most Edi Maci jön. Mit kell ráérni? Jó, a kapetát már lehagytuk. Lassan taktikára is figyelni kell. Lehetett 10 perc. Még 5 percet ki kéne bírnunk. Ja. Hát azt nagyon megy, őt nem lehet elkapni majd. Ki? A tesz. Hát csak 5 szekre van, az annyira nem vészes. Nekem ahhoz képest, hogy... Ja, de ő visszaesett harmadik helyre és onnan húzta fel magát, akkor nem szóltam. Igen, ő gyors most nagyon.
Tegnap az a taktika jött be, ha még lágyon kimaradtál egy-két kört. Én nem fogok tudni, nem tudok spórolni a gumikkal. Nekem már most fele, kevesebb, mint fél gumi van meg. Nekem is. Két tizedet közeledtem a tesztre egyébként, de... Többet én sem. És nekem Edi lehet meg ebbe a kanyarba, vagy ebbe az egyenes végén. Közel vagy hozzá, csak a hasonló tempója az a két autónak. A második kigyorsítás az övé sajnos. De nem jött be a szélárnyékomba és kicsit megcsúszott. Jó. Ez megvan, itt nem fog tudni kifékezni. Utána meg nem szabad hibáznom. Hát de meglökött, az a gond. Hát az a gond. Nekem ez a két kör szenvedéses lesz most. Nem biztos, hogy a legtisztább előzés volt Edin, egy picit megtámasztottam, de... Az lényeg, hogy az enyém ezt kimondottan tetszett. Ha beállok boxba, majd szóljál mindenképp, hogy médiumra rakom, hogyha te nem felejted el. Téd a legjobb kör, 1.31.7. Hát ilyen az, amikor sietünk, ugye? Ja. Azóta ment egy 32.5 és meg egy 6-os. Hát a gumik már nagyon kivannak. Nem tudom, hogy lesz interjú. Neked? Ja. Á, box. Ebbe a körbe box? Nekem. Aha. Hát én még egyet akkor is húzok, hogy a pirosan megyek végig. Én muszáj vagyok. Mondjuk a médium se lesz sokkal gyorsabb. És azért egy kör az sokat tud számítani. Főleg a vége fele. Én 35 előtt szigorúan nem szoktam kimenni. Bakeszte, miért engedsz el? Vagy elfékezte volna? Nem tudom, de azt az elfékezést beadhatnám még egyszer. A kigyorsításra ment rá. Ekkora köcsög. Szerintem legalábbis. Hát lassan közeledik, és a belsőt lezárom, mert belül megyek, úgyhogy... meg rángatja. Látom. Sepreget. Az ő, hogy Kapetán meg Edi csatázik. És így van helyem. Belül no hely, no hely, Bokesz. Megelőzni nehezebb. Tartja magát a tesz hozzám. Így, hogy csatáztam a Bakesszel, én most tartottam, amúgy előbb már közelettem, előbb már 3-2-re voltam. Csak most a kis csatánkt belassított elég rendesen. Ne elengedd ezt a szart! Most box? Most mindenképp. Én már nem tudnék elmenni egy kört.
Nekem a jobb elsőm teljesen elfogyott. Hát... Nem, még nem teljesen, de egy kört nem bír neki, egy felett maximum, de nem is kell erőltetni. A keszkin marad. Medium. Medium. Mennyit tankolsz? Tele. Én mindig telerakom utolsó alkalommal is, nem baszakszok, nem fogok kifogyni még egyszer ebből a szezonba. Elég volt az a tele, az 12 kör a tele. Az de kb... médium az nem is baj, 20 percet kell menni médiumon, 15. kör után, vagy 15. perc után kell kijönni. Uh-huh. Ezt csinálom egész szezonban is, ez egy beválós dolog. Jó. Remélem médiumot raktam. Egészséget. Neked is. Ez nem én voltam. Elnézést. Én voltam. Kicsit kevesebbet tankoltam. Jó. 11 körre. Ja, kapott a félét. 12. Köszönöm. Szívesen. Azt is köszönöm akkor. Kapeta, ugye mögöttem. Azt a kurva, de szarok ezek a médiumok. Fúj! Nagyon rossz. Fúj, de undorítom. Alfaszkodni fogok rajta, elengedlek, ha közel vagy. Jó. Egyébként annyira mégsem. Jobbak, mint azok a kopott lágyak. Határozottan. Jó, féktávot itt kicsit korábban kell ezzel a szarral. Ha tesz meg még egy kört, úgy láttam, mintha bejött volna. Mi fasz? Közeledtem a Tesla. Bakesz megvan. Szerintem ő is teletankolt. Kicsoda, Bakesz? Aha. Kajak, te azért lett ilyen közel, azt hittem, hogy rontottam egyből az elején. Nem. Jó, a Tesla hoztam egy szeket a box kiállással. Ez egy nagyon rossz kör lehetett neki most. Te itt, ha most megyünk, fel szoktad engedni a gázt, vagy padlón el tudsz menni? Most médiumon felengedem, de amúgy nem nagyon szoktam. Az a baj, hogy eddig szerintem kétszer sikerült normálisan jönnöm, úgyhogy nem csúsztam meg ott. Alapból nem szoktam felengedni. Most egy kör alatt hoztam rajtad, ez jó volt nekem ez a kör. Ja, hát 7-10, én folyton, nem, most balfasz, hogy nem adja most. De a teszt feltartja Schofield. Milyen messze van tőled a teszt? 2 egész. Valamennyi. Na, az nagyon jó. Csak féktávban, 2-7. Hát egy szeket hoztam rajta ezzel. Meg ahol most mentél a Senna esnek a jobb oldala, ott a bal kerék legyen a jobb oldali kerékvetőnek a legkülső szélén, és akkor is a pályán vagy még, és az a kurva sokat lehet nyerni, tehát ott nagyon le kell vágni. 4000 futamon csak biztos pontra megyek, úgyhogy... Tök jó, hogy van egy bejövő hívásom. Szóval feltartalak. Az a baj, van egy bejövő hívásom, és nem tudom, föl tudom-e venni, nem akarom, hogy megzavarjon. Ne vedd föl, nehogy felvedd. Hát, kosármeccs van a csarnokban, és a technikai ügyintéző hív, lehet, hogy valami bajuk van, de hát nem tudok mit csinálni. Nézzék az F1 HI közvetítést, és látni fogják, hogy kurvára nem érsz rá. Nem tudják, hogy itt nyomom, de most tök mindegy, nem vettem föl, majd megoldják.
Apám ott van egyébként, majd apa megmondja, hogy futamon van, aztán nem érek rá. Majd itt lehet az egyenesbe már, ha jobb a kigyorsításom, akkor egy multi... Oh, az direkt volt? Nem. Ebben bultam. De multi 20 vannak elment. Szkó megy a boxba. Hát ez is mehet véletlenül. Most mindketten dobogon vagyunk, ugye? Nem, csak te. Mert DS-szel mi van? Ja. Na nézd meg, hol megyek majd. Láttad? Na. Ott picit ugye megcsúszik az autó, de ha ott egyenesbe tud tartani, ez az optimális kigyorsítás. Mondjuk én az első kanyart azt picit szélesen vettem, becsúsztam nagyon. Féktában későn fékeztem. Elfékezem a kanyarokat most. Meg lecsúsztam a picsába. Mennyi el fogsz tudni? Itt van egy ATS. Mennyire van tőled? Hát ez már kiírja a nevét. 2-0. Akkor tőlem 2-4. Nem adja neki a médium, lehet. Milyen autóval van? Olyan, amit én Mazda. Csak az övé nem stealth modell. Kurva kigyorsítás. Faszom, 1,7 volt pedig. 1,8. Tizenöt percnél megyünk. Még ennek a körnek a végére menni jobb lesz a... Neked hány kör üzemanyagot ír hátra? Na, mindjárt megmondom. Nekem 7,1. 8,3. Menjél, menjél, vagy menjél. Ó, de rendes vagy. Nem fogok csapattársal csatázni. Ilyen a helyzetben. Én az első körben nagyon türelmes voltam Bakesszel, ugyanígy végigmentem, és ezért akartam elmegelőzni ugye a... célegyenesbe. Aha. Először te érd utal a teszt, te utolbírod, én tudlak téged követni. Egy egész három. Megcsúszott ő is. 1,2. Most picit nő, mert én jobban megcsúsztam. De így le tudjuk vadászni, és ha én megelőzöm, akkor picit feltartom. És akkor tudunk hát, úgy játszani. Hát, hogyha tudlak így követni, akkor nem is... Hát jó, mondjuk igen, de igen. Akkor meg tudjuk mind a ketten. Meg ötted mennyire van kapeta? 5,8. Jó, akkor igazából be vagyunk biztosítva. Nem egy életbiztosítás, de... az nagyon nagyot kéne hibázni. ATS nagyon szenved, nem találja az íveket a médiumon, ez tuti. Ez egyértelműen látszik. Én is küzdök egyébként, próbálok téged követni, az adja meg a stabilitásomat, de hogyha most egyedül mennék elől, már nem lennék elől. Jó, nekem annyira nem különböznek. Nehezebb. Annyira nem különböznek az ívek nekem. Nekem se különböznek, én most nagyon be vagyok lassú a fejbe. Nem reagálok, le vagyok késve, valami be vagyok lassúva, de ma egész nap egyébként nagyon izétompa vagyok. Nem tudom, mi van velem. Tudod, amikor szarul kelszel és az egész napod így elcsöszett. Gondolom megvan ez az érzés. Ja. És hát DualSense battery level is low. Hát az faszán nem jó. Mert 10 percet itt van csak kibír még. Itt van a kábel mellettem, úgyhogy majd a célegyenesben kéne egy egyenes rész. Csak most ezen vesztettem több tizedet sajnos. Jó, kell egy ritmus, most egy picit nem beszélek.
hazajött a család, ez is nagyon jó lesz. Egész öt. Ja, a kigyorsításokon lehet megfogni a teszt, mert ott nem megy jól neki. Ott mindig hozok több tizedet. Na, fasza. Ezen mondjuk nem fogok. Megpróbálnád? Szerinted jobban menne? Nem minném. Gondolat cserélhetünk. Azt a döntsd el. Nekem mindegy, ahogy érzed. Ha elég közel leszek. Ez a kigyorsítás után is akkor... Mert én most eléggé stagnálok, 1,7-1,8, tehát ez... Egyelőre nem közeledünk. Ja, a kövi olyan nál, ami picit necces, inkább én fékezek bele, jó? Jó, de nem most szerintem. Ja, most nem. Most messze vagy. Annyit nem akarok hozzá képest veszíteni. Nem jössz el árnyékba? Nem akarok annyira segédbe mászni, nem akarok véletlen bármi balesetet. Most. Jó. Persze, hogy ilyenkor jönnek meg a féktávok. Igen. Mi történt veled? Bevárjalak? Jöttek apámék, mondtam, hol tudják nézni, azt mondja, vezetsz? Nem, bazd meg. Nem. Az a lényeg. Ötös lett a dolgozat, vezetsz? Ja, én annyit csúszkálok ebből, nekem már biztos nem lesz első hely. Próbáljad azért. Hát ja, de... Vagy hát ugye nekem a második a cél, neked az első. Igazából mindegy, nekem a 14-re minden is szép. Nekem 2,5 köröm van, tehát én még 2 kört jövök itt. Az a 15-ig nem fogja kiadni, neked kijön a 3? Nem tudom.
Nézem. 3,6, ja, kijem. Hát igen, necces. Nem, mennyi időt mentünk a lágyokon? 15 perc. 15-16. Ajjaj, ne. Picsába. Nekem most itt kurva nagyot laggoltál. Az mondjuk nem jó, de meg vagy. Figyelj, jön az eső! Nincs eső a pályán. Nagyon besötétedett most. Borús idő az lehet. Hideg az lesz. Most nagyon elment a tesz rólunk. Korai lágy kiállásba kell gondolkodni és szenvedni a végén. Máshogy nem lehet. Túl sokat szenvedni. Szerintem neked is ki kell jönnöd a kövi körbe. Megpróbálhatjuk tőlem. Figyelj, kapetához jók vagyunk, tehát 7 másodpercet nem vesztünk, hanem hibázunk olyan nagyot, ha végén elkopnak a gumik, érted? De egy kör a szoftokon azért az időben... Jaj, bocs, nem láttalak. Nem megyek be. Ja, hogy bemegyek? Jó, akkor bemegyek. Nem megyek be. Új, geci. Meg vagy? Bocs, nem láttalak a célegyenesbe, hogy ott vagy bennettem, nem a szólj. Már azért tényleg nem akartam megelőzni. Nem gond. Ezt a kört bírjuk ki. Valahogy. Amikor ilyen közel vagy hozzám, mindig lesed rócot. Igen. Nincs az a másfél szeked, amúgy előtte vagy. Bőven. Jó. Hát akkor más sztori lenne azért csatázni vele, tudod? Persze, az azért. Most viszont ráérzett nagyon. Mennyire van tőled? 4,8. Ment a boxba? Ment. Hé, nem jössz? Hát, most már nem. Elfelejtetted? Igen. Az meg. De ő is jött. Aj, ó. Egy hideg soft. Figyelj, 16 perc van hátra. 12 kör. Az én stratégiámhoz amúgy az pont jó, amit alapból szoktam. Hát azt számolunk, kb. Másfél perc egy kör. Akkor hány körre kell üzemanyag? Tőlem ne kérdez most okosat, mert... Kúr, tele, ülj, tele, basztát, mondjuk, ahogy érzed. Helyes. Jó, teleraktam, mert nem kockáztatunk. Hát 10 kör az 15 perc, ugye? Valaki kiment a pályáról. Jaj, de jó, újra szoftokon, belső éven le is mentem a pályáról. Annyira tapad. Ott ez 7,6-ra van. Nagyon picsájában. Kevesebbet tankolt szerintem, tuti. Telerakta. Ezt honnan tudod? Néztem. Hogy látod azt? Ja? Kiírja. Hát előtted mennyire volt? 4,78. Ja, hát én meg voltam tőled akkor 3-ra. Ez fura. Nem, 1-re voltál. Akkor nem tudom. Nem tudom én se. Lehet belehibá. Hát levágtad ott, nem? Lehet, hogy ott annyit buktál. Nem buktam sokat. Edinek 1%-on az üzemanyag. Hát ő kiállta belőle. Kihasználta. Most megy el a tesz.
Hát elé nem jövök vissza, de... Kapeta volt mögöttünk? Igen. Mert ő 13,7-re van. Ő is kijött a boxba. Jó, az le... Aha. Ja, akkor az lehet, jó. Lehet, hogy nagyon lecsúszottam úgy. Akkor van tartalékunk bőven, az jó. Na, te tőlem is messze lesz. Te most jössz ki. Uh-huh. Látom, de még elém. Megelőzel. Hát nem. Nem? Nem. Itt nem. Jézus geci, várjál. Hozzá kell szokni, mi? Meg lesz az. 7 szek. Jó, mondjuk én sokat buktam most valószínűleg ezen az egyen. De később akkor annyit nem. Dogomim. Pár tizedet buktál hozzám képest, ha egy szekre voltam tőled. Hát ja, de egy körre frissebb. Hát hozzád, de te is belehibáztál. Viszont a tagumit hamarabb jó lesz, úgyhogy ha közel kerülsz, elengedlek. Ha tesz még szenved. Nagyon későn kanyarodtál most be. Ezt nagyon rossz, hogy csináltam, igen. Nem, és mindenre figyelek, csak nem tudom, onnan nem bírok figyelni. Ja, rá ez érezni kell, tudod, ez nem olyan, hogy most ránézel, hogy na ott fogok fékezni, és ott kanyarodok el. Elférsz? Nem. Direkt korábban fékeztem. Viszont jobb a kigyorsítás, hát annyival nem. A kurva életbe, bazd meg! Egy picit levágtam. Negatív. Faszomat. Picsába. Kétszek. Látom, hátra néztem, ahogy mondtad, hogy a kurva életbe. Tudsz venni? Picsába. Bakesz 8 szekre. Ő még nem fog utolérni, az biztos. Hát ja, de így bukhatom mindent. Itt a végén büntit kapni, az gyilkos. Mennyi? Nem bírsz? Előzékeny akartam lenni. Menjél csak. Gyert, próbáltam helyet adni pedig. Mit csinálsz? Jó, hát innentől bebiztosítom, a harmadik helyet, az kész. Ennyi volt. Másza. Ebbe. Az is egy szép hely. Második hol? Így van. Figyelj, kapta egy másfeles büntit, meg egy ketteset, úgyhogy... Azért most nem tudok fékezni rendesen. Végül is ahhoz képest, hogy ma délelőtt gyakoroltam kb. Egy fél órát se. 10-15 kört mentem kb. Miután megnéztem, hogy érdemes menni a pályán, és ugye nagyon a határokon mentem végig az összes körben, a futamon is. Tehát ahhoz képest ez a két bünti az alatt 10-15 kör gyakorlással az nem rossz, szerintem. Nem, az teljesen jó. Ha egy rendes gyakot ugyanígy végignyomok. Hát régebben a teszt azonban mindkét gyakon mentem minden héten, és előtte megnéztem, hogy érdemes menni. Azért tudtam olyan jól menni. Ráadásul a Genesis-szel. Ja, kurva szép. Most miért nem azzal jöttél? Hát ez nagyon instabil, és itt nem mertem bevállalni. Mivel kvázi keveset, aránylag keveset gyakoroltam, ezért nem mertem. És Porsche? Ezt jobban szeretem. Tudtam, hogy ebből lesz egy csomó Ferrari festés úgyis. Na már nagyon várom, hogy visszanézhessem, hogy Bancsi mit mondott. De az a baj, mielőtt elindult a stream, már akkor látta. Á, megjegyzi ő még akkor. Első reakció. Ja, bizt tuti, hogy lesz valami, mond majd rá. Biztos, hogy többször is meg fogja jegyezni. Majd amikor beérek harmadikként, akkor is.
Hát ez hibázhatna egy nagyot, nem? De egyébként egy dobja. Ő annyit fejlődött a teszt szezon óta, hogy én örülök neki amúgy. A tempója az jó egyébként. Ja, az akkor se volt olyan rossz, csak mindig milyen de hülyeségbe belement. Ja, mondjuk csatázni most se... Nem tud. Egyáltalán. Az a baj, hogy belőle a türelem hiányzik, tehát hogy meg az ész. Igen, ő hamar oda akar érni. A versenyintelligencia. Igen, az. Versenyintelligencia, ezt a szót kerestem. Ez hiányzik belőle, tehát nem tud gondolkodni közben, hanem mindig minden kanyart. Nem tud előre gondolkozni, hogy mit kéne. Ja, minden kanyart meg akar nyerni. Én is úgy előztem be igazából az egész mezőnyt rajta kívül, meg rajtad, hogy egyébként nem mertem mindenhol. Eddivel küzdöttem a legtöbbet. Már őt nagyon rossz helyen értem el. Bak ezt nagyon jól tud, ő intelligens, meg te is. Bak ezt a jókat csatáztam az elején. Jó, a kapetával is nagyon jókat lehet, én vele szeretek még nagyon csatázni. Ja, igen. Mondjuk vele most nagy csatám nem volt, mert viszonylag hamar. Hát nekem ami lehetett volna, azt elrontottam, azért lehet kapok majd büntetést. Nem tudom, hogy mennyire számított szabálytalan. Igazából próbált... Hát... Belül mentem, mert Zalánnal csatáztam, és ő írás, vagy kapeta mögött ment közvetlenül. És nem tudtam bemenni kettőjük közé, meg semmi ilyesmi. Uh-huh. És el is bambultam. És hát kapetát úgymond nem értem hozzá, de letereltem egy kicsit. A pályán maradt meg minden, de letereltem, és Zalán megelőzte, én visszaengedtem. Igazából én tovább is mentem azzal a lendülettel, nem akartam bemenni elé. Hopp, miért van sárga? Benny. Bekörözött. Én is azt hittem először. Ez egy jó dolog, de nem jó. Valamelyik fekörözött feltarthatnám. Rád azért zárkozom, mert én gyors vagyok, vagy mert te vagy lassú? Most kurva nagyot hibáztam. Megint ugyanazt, mint az előbb, lecsúsztam azon az éven. Én már másodjára csúszok meg itt, ahol jöttünk, ott a balosnál. De én most már csak hátrafele figyelek, hogy tartsam a távolságot, és leteljen ez a bő hat perc. Hát, hogyha jól tudnék menni stabilan amúgy, akkor mi lehet, hogy is tudnám kapni. Előbb egy 32-ös körrel közeledtem rá másfél szeket majdnem. Egyébként a kommentálást tökre megszerettem, meg kezd úgy jobban, egyre jobban menni, úgy érzem. Az első kommentálásod is adta szerintem. Hát, ott szerintem nagyon gáz volt, vagy hát belülről nem volt olyan jó egyébként, most már sokkal... De kívülről jó volt, nekem tetszett, szerintem jó nyomtátok amúgy mindkettem. Zalánnal nagyon jó egyébként. Érezhető volt, hogy Zalán amúgy kiegészített nagyon durván. Igen, ő nagyon... Annyi pofázik, mint a fene, de... Vele nagyon jó, ahogy mondjam a kémi, vagy nem is tudom, nagyon jól egymásra éreztünk, és az... Vele minden futam nagyon király volt, de most kapetálva voltam tegnap, az is jó volt. Ja, az se volt rossz, igen. Azt vissza nem néztem, de még a végét néztem annak. Azt hiányzik még, ami, vagy az szoktam így, azon gondolkodom, hogy az mikor, vagy hogy jön ki belőlem, vagy hogy tudom kifejezni, ami ugye Ralfnak kurva jól megvan, az amikor valami izgatott szituáció történik, és olyan izgalmasan tudom. És így ordít. Érzelem, igen, hogy azt, na azt kell valahogy még... Az de igazából de... szerintem csak az kicsit... Az majd jön.
egyszer talán. Hát meg az ember, hogyha egy kicsit szégyenlős így magától is, ez ilyen reflexzerűen, akkor az is visszafolythatja. Hát, ja, valamennyi, az is benne van nyilván, hogy ugye nem vagy ezt hozzászokva, de az már úgy nincs a tudatom, hogy ez most közvetítés, meg hányan nézik, meg akármit. Tehát eleinte azért ez is így új volt, vagy fura volt, de most már ez nem zavar. De igen, na, nekem a streamelésnél, amikor rendesen nyomtam PC-n, és kamerát is nyomtam egy idő után, az volt nekem nagyon fura sokáig, mindig arra figyeltem, hogy kamera előtt semmi ilyesmi, aztán így hozzászoktam. Nek, hogy nehéz én vágjak hülye fejeket, aztán rájöttem, hogy egyébként volt aki csomó, akik azt szerették, úgyhogy... Hogyha így átadtad az érzelmeket, hogy amikor tarkokba pofán lőnék, akkor így lecsokkolódsz, és hanyat vágod magad székkel együtt, vagy leköpöd a tévét, mert kurva anyját. Igen. Általában hát, ezek szoktak előjön. Igen, na ezt várom én is, vagy hát ez majd reméljük meg lesz aztán. Gondolkodtam is, megnéztem már cuccokat, most kérdeztem a Capture Cardot a chatbe ugye. Elkezdtem nézni, de hát az a baj ugye, hogy most nem akarok kábeleket dugdosni, tehát akkor 4K-sat kéne megvenni, hogy a monitoron is 4K legyen ugye az átmenet. De hát faszom most arra is kiadni 60-80 ezer forintot, azért mégiscsak egy hobbi, akkor már inkább kormányra gyűjtök. Hát igen, amúgy. De abból is csak a fanateket fogok venni, nem veszek logiteket, meg semmi más, szóval. Hát azt ne is geci most, hú. G27-en van ugye az még, amíg így egyedül eljátszogattam, az oké, de itt már érzem GR2-ben abszolút, tehát az meghal az ujjam egy GR2-es futam felénél már. Tehát gyakokon se bílom, mert annyit kell kormányozni, és így annyira pontosan próbálom meg. Tehát érzem az íveket meg, hogy merre kéne, de nem tudom lekövetni azzal az egy ujjal. És már GR3-nál is sokszor hiányzik, amikor jó időmérőt akarok menni, hogy tudom, hogy ez kormánnyal sokkal jobb lenne. Hát engem mondjuk nem ez a speedzone féle kormány fog meggyőzni arra, hogy kell nekem, vagy sem. Ja, hát... Azt ne számold, az ilyen kattogós műanyagfos. De még csak nem is kattogott a váltósabb az meg, mert konkrétan annyira izé volt, már kopott. Ja, hogy manuálisan mentetek? Aha. Kuplunggal, mindennel? Nem, csak pillangó. Ja, azt hittem izé, H-váltó. Nem. Ja, hát igen, úgy manuális, hogy... pillangóztunk. Amúgy az elmúlt két körben hoztam rajta három szeket, de még így is hatra van, úgyhogy... Most is még találok ilyen nüanszokat, hogy mikor, hogy hol éri meg gázra lépni. De hát már azokban a videókban, amiket néztem, abban is mindig az volt, hogy ugye hol érdemes korábban fölváltani, itt is például a célegyenesek kigyorsításnál, ugye itt hármasba kéne padlógázon, nem kettesbe. Igen. Kuglinak kifogyott az üzemanyaga? Milyen fasz csinál ilyen lassan? És hogy ezeket nem lehet kontrollerel, tehát azt még belerakni, hogy én itt manuálisan váltsak, hát az... Én úgy nyomom. Igen. R1, L1, pillangózok. De és akkor melyik ujjad a gáz meg a fék? Mutató ujjad? De a középső ujjad a... Fuck you, ujjam. Igen. Ha? És így megy. Ha? Jó, biztos erre is rá lehet szokni, de... Idő kell, nem hogy... mondom, hogy Siege miatt, mert amúgy Siege-ben pont, hogy csak 4 ujjat használok. A 2... Hát, Jumba új, meg a... 2 mutató. Gondolom, tudod melyik a Jumba új? Hüveg? Persze.
Siege-be csak azt használom. Nem tudom, Gran Turismo-ba szoktam amúgy így, meg így tudom adagolni a gázt. Amúgy, hogyha nincsen ez a kettő nagyobb hibám, hogy így lecsúszok a pályáról, akkor lehet, hogy elkapom. De hát ugye a haval nem lehet semmit nyerni. Így van. Ezzel a pozícióval meg lehet utolér a mérhes tabellán, azt mondtad. Hogy ahhoz kellett volna az időmérő is? Igen, ahhoz kellett volna az időmérő is, azt baj, de tök, tehát itt 2-3 pontra... Remélem, csináltál valamit, és Írás ugye nem jelölt semmit, és nem szólt, hogy jön vagy nem jön. Próbálják driftálni egyet az évbe, a cél egyenesbe? Azt jelölte, hogy jön. Driftelj, ne. Á, nem egyébként tudtam elég nagyot. Akartam, én is meg akartam kézifékezni, de mondom, bazd meg, hogyha bugos vagy valami, és a final lap nem is final lap, és tovább megyünk, én szívgörcset kapok. Na, menjünk interjúra. Zsá. Zsá. Na várjál. Ez jó volt. Előtte írják be a csoportba, hogy King Tibor, meg Sznyari, meg Csöves Atesz, aki nem akart elengedni minket. Csöves. Csöves Atesz. Ennyi az idő? 33, biztos lesz interjú, van időnk. Bancsi írta, mi áll hegedűs autóba. Csak nem most. Én kiégtem. Benni, bezd még. Hello. Halli. Menj innen. Na. Gyerekek. Ez egy gyönyörű futam volt. Ez a játék egy moslék. Mi volt a baj? Geci, megdobott a fehér vonal. Érted? A fehér vonal. Hát hol? Attól függ, mert amúgy van olyan része, ahol az a rázókő ilyen kicsit bukkanósabb. Rázókő, bazd meg, fehér vonal. De kész, melyik részen? Ennyi volt ott. Mit tudom én ott a... Van az a... Nem tudom, az első hosszú egyenes, ugye? Aha. Van az balos. Az éles balos. Igen. És ott van az ilyen hosszabb egyenes féle cucc, és ott annak a vége fele. Fasza. És hogy háromszor megpörögtem, meg ilyesmi. Te kurva jó volt. Megjelöljön Bancsit? Én nem is látom az ő partjukat. Nem, most hívod be. Menjünk át akkor? Hívott. Ja, menjünk át. Jó, akkor majd iszünk. Lobby közben bezárul. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Megjött Atesz is. Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Vészül, akkor tud valamit? Jól tudom, partiba se tudott menni csapattársal, úgyhogy nem biztos, hogy fog tudni jönni. Igen, mondó vagyok, hogy akkor kezdjük, itt azért nem is értünk annyira, van még egy negyed óránk. Kezdjen Sznyárival. Kezdjem Sznyárival? Hát akkor Sznyári úr, pofoszkodtatok elég sokat Csabudával, mesélj egy kicsit. Tibivel ugyan csapattársak voltunk, én beugros vagyok, és üdvözlöm közben a nézőket, sziasztok. Csapattársak voltunk, és összedolgoztunk végig, úgyhogy igazából sok pofoszkodás nem volt, próbáltunk odafigyelni egymásra, és hát a futam utolsó második felében leginkább az volt a cél, hogy Ateszt utolérjük, próbáltuk egymást felhúzni éppen, akinek amelyik gumi feküdt, vagy éppen amikor olyan etapunk volt, akkor előrengettük a másikat, és szélárnyékba követtük egymást. Úgyhogy ez volt a taktika, de mindketten sajnos többet is hibáztunk. Nekem ugye rögtön az első körben volt egy másfél másodperces büntetésem. Egy nagyon buta helyen lecsúsztam a pályán a célegyenesben, úgyhogy az rögtön visszavetett. Viszonylag hamar sikerült onnan fölkapaszkodni, de
ez sajnos nem sikerült előrébb jutni. Aztán volt még egy 2 másodperces büntetésen valahol, az pedig végképp visszavetett, és ott már nem tudtunk harcolni az első helyért. Igen, igen, elég érdekes volt, ahogy mentetek egymás mögött, előtt. Beszéltük épp Batmannel, hogy úgy láttuk, mintha elengedted volna csapodát, amit már egy kicsit későinek tartottunk. Valószínűleg ugye azért nem pofoszkodtatok annyira, hogy egymást húzzátok, hogy minél jobban menjetek a teszre. Hát igen, ott ugye Csabuda mondta, beszéltük többször, hogy kérdeztem, hogy most elengedjelek, és mondta, hogy ott a közepeseken annyira nem érzi magabiztosnak magát, és úgy tudott tempóban maradni, hogy mögöttem jött szélárnyékban, úgy érezte, hogy így stabilabb és jobb köröket tud futni, azért maradtunk úgy. Tehát azt, ugye a szélárnyéknak elég erős hatása van a játékban, és főleg ezen a pályán, ahol nagyon hosszú a szélegyenes, hamar föl lehet érni a másikra, úgyhogy kívülről egyébként azt el tudom képzelni, hogy úgy látszódik, hogy ugye csatáztunk, de közben igazából annyi volt, hogy annyira húzta a szélárnyék, meg engem is ugye rá, amikor fordítva voltunk, hogy igazából így együtt tudtunk haladni. Értem, hát köszönöm szépen, és én is. Csiki a dobogóért. Köszi, hogy tetszett a festésem. Nagyon szép volt. Ajánlottam a hátsó szárnyadat Bancsi figyelméből, nem szerettem volna megnézni. Nem nézted meg. De megnéztem. Jó. A hátsó szárnyadat. Jó. Meg. Örülök. Akkor már csak a 44-es rajtszám hiányzott volna. Ma már nyugodtan alszom. Azt tudod, hogy soha nem fog felkerülni. Volt egy pillanat, amikor mondta az időmérőn a Bungie, hogy akkor hallgassuk meg a motorodnak a hangját, és kérdeztem, hogy a Nissan-t vagy a Ferrari-t. A 44-es rajtszámról a Drusádat kérdezt. Jaj! Őt már kérdezi most akkor Batman. Az egy hosszabb interjú lenne, szerintem köztünk így be. Igen. Tibi, ugye hát időmérőről sok minden kérdezni való nincsen, mert hátosról ott voltál. De azért jól mentem. Igen, szépen kiültem, gratulálok. Tiszta volt. Igen, jó kör, tiszta kört vettek. A rajtad milyen volt? Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy hatodik vagy. Hát ugye a autóm hátuljára rá is van ragasztva egy matrica, ami így jellemzi a rajtomat. Ugye champion. Nem, egyébként a rajtot jól elkaptam, a dísz azért lett meg hát Porsche-ban van azért lassabban rajtól. Előttem meg igazából sikerült hiba nélkül kikerülnem mindenkit, mert ott volt, nem tudom, talán Edi valakit megpöckölt előttem. Ott kettőjük között mentem el, nem biztos, hogy mindegy valaki. Voltak ott ütközések az első két kanyarba, és akkor ott úgy átbujkáltam szépen ügyesen. Aztán a 8. helyen álltam meg, ha jól emlékszem, és onnan kellett egyedül másztam. Gergő ott még egy féke távot elveszített, elszámolt egy 200 méterrel, úgyhogy ott úgy könnyebb volt megelőzni. Aztán Edi kapett a, nem tudom, Bakesz volt még talán ott. Ő velük már ott jó voltak. Volt, velük csatázgattam. Bakesz volt azt hiszem, akivel nagyon tetszett az a kis, hát nem mondhatni úgy hosszú csatának, de ott az, amit bedobtam mellé, ez nekem nagyon tetszett. Az emlékeztet egy fiatal 44-es számmal rendelkező McLaren pilótára. Te figyelj már, ott én voltak ott, ami emlékeztetett egy fiatal 33-as számmal versenyző pilóta mozdulatára pontosan ugyanaz a helyen, amikor a 4-es kanyartán felsztappesen elmértete. Felsztappesen elmértete. A kapeta? És mentetek a bukótérre mindketten, igen. Igen, tudom, azért, hogyha büntetés kapok, se fogok meglepődni, mert ott az nem volt szép, ott igazából annyi volt, hogy Zalánnál jobb volt a kigyorsításom, kimentem kívülre, Zalán követte kapetát, úgyhogy bent maradt mellettem szélárnyék miatt.